Aktívan a tudásért, több mint 6 milliárd forintos felzárkóztató program indul alacsony végzettségűeknek. Bántalmazás. A nők egyharmada szenved el valamilyen erőszakot az Európai Unióban, derül ki a statisztikákból. Történelmi kiállítás. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére állandó gulág tárlatot avattak napkoron. Több mint 6 milliárd forintos felzárkóztató program indul alacsony végzettségűeknek. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ezt az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára jelentette be Máté Szalkán. Cibere Károly elmondta, az Aktívan a tudásért elnevezésű projekt célja, hogy a képzettséggel nem rendelkező emberek el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon, valamint munkatapasztalatot szerezzenek. Itt a Máté Szalkai Innovációs Oktatási és Közösségi Központban is elindul majd áprilistól a kormány új felzárkóztatási projektje, az Aktívan a Tudásért program. Ennek célja, hogy az iskolázatlanságot, valamint a képzettség hiányából adódó munkanélküliséget csökkentsék Magyarországon. Ehhez hasonló kezdeményezés már volt korábban is a megyében Nagyecseden. 130 fő alap- és kulcskompetencia képzésbe vett részt, illetve 109 szerzett akkreditált vagy OKI szakképesítést. Ezek eredményeként elmondható, hogy a programban résztvevők 10%-a az elsődleges munkaerőpiacon el tudott helyezkedni, illetve további 10%-a volt az, aki valamilyen más képzésben, akár továbbtanulásban, érettségit adó képzésben, vagy egyéb szakképzésben bevonódott, és még jelenleg is folytatják a tanulmányaikat. A felzárkóztató projektek segítségével tudják integrálni azokat, akik általános iskolai végzettséggel, vagy még azzal sem rendelkeznek. Megszerettem újra a tanulást, és nem csak egyszerű háziasszony lettem ezáltal is, hanem észre. Hát nagyon nagy pozitív hatást adott, hogy elkezdtem tanulni, egy másik program keretében részt vettem a falusi vendéglátásba, és sikeresen elvégeztem. Az áprilisban induló projektre 6,3 milliárd forintot fordít a kormány, közölte a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Máté Szalkán. Cibere Károly kiemelte, a következő 4 évben 25 ezer főt szeretnének bevonni a programba, amelyben az alapkompetenciák mellett a gyakorlatban is megismerhetik majd a résztvevők a munkavilágát. A kormány célja, hogy a munkanélküliségi ráta még alacsonyabb legyen. A résztvevőket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei szervezetei toborozzák majd. Fel fogja mérni az ő kompetenciáikat, a végzettségükhez, mihez értenek, mihez nem, és a mentorokon keresztül egy személyre szabott képzési, fejlesztési tervet fog összeállítani, és utána egymásra épülő képzéseken keresztül megpróbálja őket a már kiszemelt munkára, munkáltatóhoz kiközvetíteni. Tehát azt gondoljuk, hogy ez a mentorás és a kísérés a záloga annak, hogy valóban kézzelfogható eredménnyel tudjon egy ilyen fejlesztés megvalósulni. A program kiemelt jelentőségű a térségben, mert itt az országos átlagtól alacsonyabb a foglalkoztatási arány, közölte Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője. A mi kifejezést itt ugye három járás, a Baktalórend házára, Máté Szalkar és Csengel értem, de itt hátrányos helyzetű emberek is élnek. Hogyha most nem a szegénységet, hanem a képzettséget nézzük, akkor ugye ez a program is arról szól, hogy ennek a társadalmi rétegnek, a hátrányos rétegnek hogyan tudunk új perspektívát nyitni, egy olyan képzés, egy alternatív képzési lehetőség, mint egy állami cég, hogy így mondjam, a Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóságnak az Innovációs Oktatási és Képzési Központja valósít meg itt. A programnak az is célja, hogy a funkcionális analfabétizmus csökkentése mellett minél több résztvevő szerezzen OK és végzettséget, vagy felsőfokú intézményben tanuljon tovább. A nők egyharmada szenved el valamilyen erőszakot az Európai Unióban, derül ki a statisztikákból. A bántalmazottaknak több szervezet és intézmény segíthet, ám a tapasztalatok szerint a legtöbb esetre nem derül fény. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a Magyar Vöröskereszt és az Oltalom Szeretetszolgálat is segíti az érintetteket. A két szervezethez csak tavaly 35 esetben fordultak bántalmazás miatt.
A nők elleni erőszakot így fogalmazták meg az ENSZ-ben. Bármely olyan a nőket nemük miatt érő erőszakos tett, mely testi, szexuális vagy lelki sérüléseket okoz vagy okozhat a nőknek. A legtöbb esetre soha nem derül fény, van, aki szégyenli a történteket vagy fél a további bántalmazástól, de akad, aki reménykedik a helyzet megváltozásában. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Magyar Vörös Kereszt is segíti a bántalmazott nőket, anyákat, tájékoztatott a megyei igazgató. Gurály Edina kiemelte, krízisközpontot is működtetnek, hogy szükség esetén azonnal tudjanak intézkedni, segíteni a bántalmazott nőkkel és gyermekeikkel. Családgondozók, jogi tanácsadók, pszichológusok is foglalkoznak a Vörös Kereszt segítő otthonában. Tavaly 40 esetünk volt, ami azt jelenti, hogy 40 anya fordult meg ebben az otthonban, közel 105 gyerekkel. A megforduló eseteknek 75%-a azért került hozzánk, mert valamilyen fajta bántalmazást szenvedett el. A leggyakoribb bántalmazás az a lelki bántalmazás, tehát valamiféle sérülés éri az anyát és a gyerekeit. Sajnos a gyerekek is elszenvedik ezeket a bántalmazásokat. Nagyon sokszor ennek fizikai megnyilvánulása, és ritkább esetben, de sajnos előfordul, hogy szexuális vonulata is van ennek a bántalmazásnak. Nyíregyházán az Oltalom Szeretetszolgálat ebben az épületben működteti a családok átmeneti otthonát. A központ most teltházas, 12 család, összesen 40 tagja él itt. Nem csak bántalmazottaknak nyújt menedéket a hely, hanem a nehéz helyzetbe kerülteknek is. 2016-ban 33 család felvételéről gondoskodtunk. Ebből a 33 családból 5 család bántalmazás miatt kérte a felvételét, 28 család pedig egyéb lakhatási problémát, az életkörülményeinknek a nem megfelelőségét jelölték meg. A 28 családból kiemelném még azt az 5 családot, 5 anyukát, akik a válsághelyzetben lévő várandóságok miatt kérték felvételüket, illetve a szülészetről kikerülve kérték el helyezésüket a maguk és az újszülött gyermekük számára. Mindkét otthonban egy évig maradhatnak a bántalmazott nők, ha ez idő alatt nem sikerül rendeznie életét az érintettnek, akkor kérelmezhet fél éves hosszabbítást. Így összesen másfél évig maradhatnak az átmeneti otthonokban a bántalmazottak. Baleset történt ma reggel Kálmánháza és Nyíregyháza között a Simai úton. Egy személygépkocsi vezetője feltehetően gyorsan hajtott egy kanyarban és megcsúszott a jeges úton. Az autó árokba hajtott, majd fának csapódott, a sofőrt könnyű sérülésekkel szállították kórházba. A jármű totálkárosra tört, a rendőrség eljárást indított. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére állandó gulágtárlatot avattak napkoron. Az átadó ünnepségen Csalóközi Zoltán miniszterelnök helyettesi főtanácsadó kiemelte, a gulág emlékév alkalmából több pályázat adott lehetőséget a településeknek, hogy méltón emlékezzenek a Málenkij robotra elhurcolt elődeikre. Az úgynevezett Málenkij robot kis munka évekig is eltarthatott a szovjet munkatáborokban. Az elhurcoltak közül sokan nem tértek haza, mondta a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve záró hetén a miniszterelnök helyettesi főtanácsadó napkoron. Csallóközi Zoltán hangsúlyozta, az elmúlt egy évben konferenciák, kiállítások és tanulmányi versenyek is segítették a 70 évvel ezelőtti keserű történelmi eseményekre való emlékezést. A kutatók 700 ezer és 1,1 millió közé teszik azon magyar állampolgárok számát, akiket a II. Világháború után elhurcoltak a Szovjetunió javító munkanevelő táboraibnak nevezett intézményekbe, ahonnan a fele sohasem tért haza. Nem tudjuk, merre vanjuk helyük. Valahol Oroszországban, a számtalan tömegsír valamelyikében, lehet, hogy tetemük vadak martaléka lett, vagy Szibéria végtelen hómezői fedik. Az itt felállításra kerülő kiállítás az ő emléküket idézi fel. Egész Magyarországot, azon belül is a keleti részeket, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintette leghátrányosabban az elhurcolások időszaka. Falvak teljes férfi lakosságát, fiatal férfi lakosságát elhurcolták a gulágra, úgynevezett Málenkij robotra, amiről aztán évek múltán tértek vissza a szerencsésebbek, akik túlélték az ottani szörnyűségeket. Azért fontos emlékeznünk, és gondolom nem csak az emlékév kapcsán, hanem folyamatosan
azok az emlékjelek, azok az események, amik történtek ebben az évben. Én remélem, hogy hagyomány teremtődik belőle, és minden évben ezek az emléktáblák meg lesznek koszorúzva, az emlékünnepségek újra meg lesznek tartva, hiszen így tudjuk átadni a következő generációknak annak az üzenetét, hogy soha többé ilyenfajta elnyomó rendszert, amely gulágokhoz vezethez. A málenki robotra elhurcoltak többségét bányákban, fakitermeléseken, építkezéseken dolgoztatták embertelen körülmények között. A napkori rendezvényen a 99 éves Juráncsik Antal is részt vett. A férfit 1945. decemberében vitték el málenki robotra. Romeltakarítás. Bontottuk az épületeket, faragtuk a téglákat, raktuk csomóba egyik nap, másik nap a szelját kellett szedni, rakt egy másik helyre, tehát sok minden volt. Mennyi idő után térhetett vissza? Hát ez körülbelül 47 derekán jöttem haza, mire megalakult az új forint. A napkori rendezvényen elhangzott, fontos, hogy a mai fiatalok is megismerjék a 20. század emberi, családi tragédiákat is okozó diktatúráját. A kiállítást már az első napon több iskolás csoport is megnézte. Igazi közönség kedvenc előadás érkezik Nyíregyházára márciusban. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. 15 arany, 6 ezüst és 12 bronzérmet szereztek a nyíregyházi úszók Debrecenben a Hajós Alfréd Kupa idei első versenyén. Cserfalvi Olaf és Kovács Péter is 4 alkalommal állhatott fel a dobogó tetejére a közel 350 fiatalt felvonultató viadalon. Nagy lépést tehet a bennmaradás felé szombaton a nyíregyházi Teke Klub együttese. A Superliga 10. helyén álló NTK a 12.-ként sereghajtó Szegvárt fogadja a Városi Stadion Teke csarnokában. Igazi közönség kedvenc előadás érkezik Nyíregyházára márciusban. A Móricz Zsigmond Színház a jövő hónapban 2 napon is műsorra tűzi a Sing 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 Másképp című előadást. A közönség ismert musicalek legnépszerűbb darabjait hallhatja helyi és budapesti színészek előadásában. Veszprém, Sopron, Budapest és Székesfehérvár után most Nyíregyházán is bemutatják a Sing 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 Másképp című musical show-t, hangzott el a színház sajtótájékoztatóján. Olyan előadások ismert darabjait hallhatja a közönség, mint például a Rómeó és Júlia, az Elizabeth, a Diótörő, a Moller Rouge, a Rudolf vagy éppen a Gríz. Szakál Attila rendező koreográfus darabjában a nyíregyházi színészek mellett Buch Tibor, Füredi Nikolett, Vastag Csaba és Mészáros Árpád Zsolt is színpadra lép. Megpróbáltuk azokat a legnépszerűbb és a legmonumentálisabb dalokat összeszedni, és hogy ezzel próbáljuk elkápráztatni a nézőket. Egyet elárulok, van egy titok, hogy a Broadway-n volt egy nagyon jó marketing fogás, hogy a nézőket felengedték a színpadra. Hát jelentem, itt is azért lesz fotózkodás a színpadon még az előadás közben is, és lesz közös éneklés, lesz közös táncolgatás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy komplex programot fogunk ide varázsolni március 19-én és március 26-án a Móricz Zsigmond Színházba. A sajtótájékoztatón elhangzott a színház célja, a zenés darabokkal a fiatalok becsalogatása mellett a musical szerető közönség kialakítása is. A színházi nevelés az nem csak a óvodások, általános iskolások és középiskolások szempontjából fontos, hanem fontos, hogy a musicalekre is egy kicsit neveljünk. Én azért gondoltam, hogy ha belevágunk egy ilyen projektbe, akkor az országból a legjobb neveket, illetve színházunkból is a legjobban éneklő kollégákat kérem fel arra, hogy egy musical show-t összehozzunk. Ez a csapat garancia arra, hogy egy olyan előadást láthasson a közönség, amit biztos vagyok benne, hogy hosszú ideig fog emlegetni, és olyan energiával feltöltődve fogják elhagyni a színházat, ami akár következő produkciókra is vissza fogja őket csábítani. A színház szándéka szerint ezt a produkciót az évadban még többször is láthatja a nyíregyházi közönség. Az ősz és a tél hangulatát idézi a Móricz Zsigmond könyvtár kedden nyílt tárlata. Az amatőr természetfotós Nagyné Petró Viktória munkáit első alkalommal láthatja a közönség. A 38 darab képet az elmúlt egy évben készült alkotások közül válogatta ki a fotós.
Nagyon régóta foglalkozom fotózással, tehát igazából gyerekkorom óta, körülbelül 2 éve foglalkozom a természetfotózással, ezen belül pedig a makrofotó érdekel a legjobban, ez a kis pici világ, ami olyan kis érdekes, a szemleg szinte láthatatlan. Hát a mainak pedig az apropója, igazából az ősz, a tél hangulatát szerettem volna megjeleníteni ezzel most itt. Tizenöt arany, 6 ezüst és 12 bronzérmet szereztek a nyíregyházi úszók Debrecenben a Hajós Alfréd Kupa idei első versenyén. Cserfalvi Olaf és Kovács Péter is 4 alkalommal állhatott fel a dobogó tetejére a közel 350 fiatalt felvonultató viadalon. Az elmúlt hétvégén 22 hazai egyesület és 3 Debrecenben edzőtáborozó francia klub összesen 346 versenyzője állt rajtkőre a hajdúsági városban a Hajós Alfréd Kupa idei első versenyén. A 3 állomásból álló utánpótlás sorozat nyitó rendezvényén a nyíregyháziak 30 úszóval képviselték magukat. Közülük 16-an állhattak dobogóra, a csapat 33 éremmel tért haza a viadalról. A legeredményesebbnek Cserfalvi Olaf és Kovács Péter bizonyult 4-4 aranyéremmel, Stuhár Jászmin pedig 3 aranyat és 1 bronzot szerzett a debreceni sportuszodában. Ez egy idény kezdeti verseny volt, felmérő verseny. Ahhoz képest nagyon jól szerepeltek a gyerekek, nagyon sok egyéni csúcsot értek el, úgyhogy meg vagyunk elégedve a teljesítményükkel. Felkészülési verseny több lesz még, de április megkezdődnek a bajnokságok. Először a felnőtt bajnokság, 1 hónapra ifjúsági, majd a serdülő, aztán a gyermek és a cápa, amin minden versenyen részt fogunk venni a szakosztályi versenyzőivel. Debrecenben nem tudott rajtkőre állni Hatházi Dóra. A győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra készülő versenyzőnek több hetet ki kell hagyni a sérülés miatt. Hatházi Dóri sajnos eltört a lábát egy testmérés során, hogy ő benne volt az EIOF válogatottba, az Európa Olimpiai Játékok válogatottjába. 100 pillangon, 200 pillangon is a váltóban indult volna, de reméljük, hogy indul is, miután felgyógyult, reméljük, hogy fel tud készülni még arra a versenyre. A fiatal nyíregyházi úszók legközelebb hazai környezetben állnak rajtkőre a Szabolcs-túr sorozat szombati versenyén a Sóstói úszodában. Nagy lépést tehet a bennmaradás felé szombaton a nyíregyházi Tekeklub együttese. A Szuperliga 10. helyén álló NTK a 12-ként sereghajtó Szegvárt fogadja a Városi Stadion Teke csarnokában. 3 hét szünet után játszanak ismét bajnoki mérkőzést a szuperligás nyíregyházi tekézők. A listavezető Zalaegerszegtől elszenvedett vereséget követő hétvégén nem rendeztek fordulót a legmagasabb osztályban. Az elmúlt szombaton a Szeged bajnokok ligája kötelezettsége miatt elmaradt a tiszapartiak vendégjátéka, de az NTK játékosai igyekeztek formában tartani magukat a sorsdöntőnek ígérkező Szegvár elleni mérkőzés előtt. Zalaegerszegi hétvégénk után következett a megyei egyéni lebonyolításának az időpontja, amelyet immáron ismételten a Szlovenszki Tibor nyert 602 fával, úgyhogy az a hétvége is játékkal telt. A rákövetkező hétvégén Kazincbarcikán vettünk részt egy felemás csapattal egy edzőmérkőzésen, hogy kihasználjuk a bajnokság szünetét. Ott 5-3 arányú vereséget szenvedtünk, de mindenképpen biztató formákat láttunk, és hozzáteszem, hogy hakkeltező 614 fás eredménye az mindenképpen kiemelkedett a csapatunkból. A Szuperligából 2 csapat esik ki. Az NTK 6 ponttal, amíg bennmaradás jelentő 10. helyen áll, megelőzve a 4 pontos Vasasszonyfát és a 2 pontos Szegvárt. Győzelmükkel a nyíregyháziak le tudnák szakítani a szegváriakat, ráadásul van is miért visszavágniuk fintáiknak, ugyanis a csongrádiak éppen ellenük szerezték egyetlen szezonbeli győzelmüket. Úgy érzem, hogy most a csapat eléggé feljövőben van, ugye egyéni teljesítményekben, mint csapatszinten. Én nagyon bízom benne, hogy egy hazai győzelmet tudunk majd ünnepelni a hétvégi fordulóban. Az utolsó helyezett Szegvár jön hozzánk. Sajnos ott nem sikerült nekünk diadalmaskodni ellenük, de idehaza mindenképpen szeretnénk győzni, és ezzel tovább zárkózni a középmezőnyhöz, és ezáltal leszakítani magunkról, majdnem azt lehet mondani, végérvényesen a Szegvár csapatát, és akkor még ott lesz majd a Vasasszonyfa elleni küzdelmünk, ami majd több hét múlva, másfél hónap múlva következik. Addigra már mindenképpen szeretnénk egy kicsit nyugodtabban készülni, és ennek nagyon fontos állomása mostani szombati játékunk, hogy a Szegvárt ide haza megverjük. A nyíregyházi Tekeklub Szegvár mérkőzés szombaton 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Teke csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
Több mint 6 milliárd forintos felzárkóztató program indul alacsony végzettségűeknek. Ezt az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára jelentette be Máté Szalkán. Cibere Károly elmondta, az Aktívan a tudásért elnevezésű projekt célja, hogy a képzettséggel nem rendelkező emberek el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon, valamint munkatapasztalatot szerezzenek. A nők egyharmada szenved el valamilyen erőszakot az Európai Unióban, derül ki a statisztikákból. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a Magyar Vöröskereszt és az Oltalom Szeretett Szolgálat is segíti az érintetteket. A két szervezethez csak tavaly 35 esetben fordultak bántalmazás miatt. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére állandó gulág tárlatot avattak napkoron. A gulág emlékév alkalmából több pályázat adott lehetőséget a településeknek, hogy méltón emlékezzenek a Málenki robotra elhurcolt elődeikre. Február 22-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is megtekinthetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, tőlünk északra vonuló ciklonok frontfelhőzetei vonulnak a Kárpát-medence fölött nyugatról kelet felé, de csapadékra inkább csak az ország északi harmadán számíthatunk. Az éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, több helyen akár több alkalommal is lehet eső zápor, de jelentős csapadék nem valószínű, a délnyugati szél megerősödik, reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet, és délután elsősorban a körzet nyugati felén már a nap is kisüthet. Csapadék már nem valószínű, a délnyugati szél megélénkül, délutánra 13 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Pénteken egy hidegfront éri el térségünket, többfelé esőre, záporra, néhol zivatarra is számíthatunk, és néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik. Hétvégén a front mögött csökken a felhőzet, de naposabb, szárazabb idő valószínű, ugyanakkor visszatérnek a gyenge éjszakai fagyok. A csúcshőmérséklet a hétvégén és a jövő hét elején 10 fok közelében, a hétvégén inkább az alatt alakul.